Kedves hallgatóink, ma délben a Mindszenti Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Mindszent Csongrád megyei város a Tisza bal partján, Szentes és Hódmezővásárhely között fekszik. Az 1300-as években többször építettek templomot a közeli Apor faluban, de vagy az időjárás, vagy a háborúk azokat mindig tönkretették. A hagyomány szerint mindig minden szentek napjára készültek el a templomok. A törökök 1674-ben felgyújtották az akkori templomot, a teteje leégett, a maradékot náddal, sással kijavították. Ezt az istenházát is minden szentek napján szentelték fel, ezért nevezték el így a községet. A törökök után 7 halász talált a faluban az Erdélyből származott tábori lelkész Hódosi Imre, aki a visszaszivárgó lakókkal együtt újraépítette a községet. A Mindszenti Római Katolikus templom 1798 és 1800 között épült meg, mai barokk formájában. Homlokzatán 2 falba szorult ágyúgolyó látható, melyet a Vörös Hadsereg katonái lőttek ki 1919-ben a templomra. A templom 40 méter magas tornyában 3 harang található. A déli rőben megszólaló 604 kilós harangot Sopronban Zeltenhofer Frigyes öntödéjében készítették 1924-ben. Dél van.